Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Házban, New Yorkban. Ahogy szoktuk, az univerzum a maga tisztaságában nevű mantrával kezdjük el a mai darab. beszédet. ómnám hétszer. Közösen. a mai zen előadást egy olyan tanítóeszközzel, aminek a létével szerintem már tisztában vagytok, de azt, hogy ezt hogyan használjuk, még lehet, hogy nem. Ez a zen kör. Mindenki tudja, hogy a kör az a teljesség szimbóluma, a zenben nagyon sokat használjuk, aki esetleg a tíz bika történetet ismeri, ott körülbelül ugye a hetedik környékén van egyetlen egy kör, és semmi más a képen. Szunkzázen mester ezen a körön 5 pontot jelölt ki. Az első a nulla pont, utána 90, 180, 270 és 360. A nulla pont az, ahol nincs kérdés. Csak én vagyok, mint a legfontosabb, a világ és az összes többi ember az nagyon mögöttem van, ha baj van, akkor a másik emberrel és a világgal van baj, nekem igazam van, és az kell történni, amit én akarok. Kész. Tehát ez az a hétköznapi tudat, amivel nagyon sokat találkozol, rettenetesen nehéz rajta bármilyen kaput nyitni, csak érdekből, énségből dolgozik, és az önzését teljesen természetesnek veszi, minthogyha csak ebből állna a világ, semmi másból, és jó a legfontosabb. De ez az énség nem működik sokáig. Azért nem működhet sokáig, mert a saját elszigeteltségét vagy előbbre valóságát nem tudja föntartani. Ahogy gyűjtjük a tapasztalatokat, úgy látjuk azt, hogy a puszta önző vagy önközpontú viselkedés az elmagányosodáshoz, egyedülléthez, erőtlenséghez, olyasféle egyensúly zavarhoz vezethet, amelyel mi nem szeretnénk élni. És elkezdünk akkor tanulni. És ez a tanulás, ez arra vonatkozik, hogy valójában hogyan működünk. Már kevésbé lesz fontos az, hogy én mit gondolok magamról, már sokkal fontosabb lesz az, hogy mit látok magamban, és mit értek meg magamból és a világból. És ez a tanulás időszaka. Ez az emberek többségének az iskolával kezdődik még az előtt, hogy ilyen nagyon kemény egófalakba ütközne. Az közben bekövetkezik, mindenki is serdül egy jót. És amikor a tanulmányok elérkeznek egy bizonyos fokig, akkor már tapasztalsz. Az ember vagy bármiféle spirituális úton a 90 fok azt jelenti, hogy már eleget olvastál. És úgy érzed, hogy körbe-körbe jársz. Akármilyen könyvet olvasol, már túl sok újdonságot nem találsz benne. És ekkor gyakorolni kell, tapasztalni kell. És a 91 fok az akkor következik be, amikor már a tapasztalás, az útonjárás fontosabb, mint az arról való olvasás, az arról való ismeretszerzés. Látsz embereket, akik évtizedekig ugye, ja, 85 és 90 fok között ingáznak, hogy tudom már, de aztán kiderül, hogy még nem eleget, csak egy picit még tanulok. Most már megint eleget tudok, jaj, de mégsem lépek rá az útra, és nem tapasztalok. Nem válok az írásoktól függetlenné, hanem még kitalálok magamnak valami olvasnivalót. És így évtizedek eltelhetnek. És végig itt van fönt. Végig csak az étlappal foglalkozik, de nem azzal, hogy hogy kell az ételt megfőzni. Tehát a gyakorláshoz tapasztalás kell. És ez akkor következik be, amikor a 91. foktól itt szépen elkezdesz fölfelé menni, és azt a gondolkodást, amit addig szereztél, a szépen elkezded kiegyelni. Mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Mi az, ami a transzcendens tapasztalathoz visz, mi az, ami nem. És így egy természetes szelekció kialakul. Az első fok és a 90. között gyűjtötted a tudást, a 91. és a 180. között pedig magad mögött hagyod egy ilyen folyamat, így. Az enben tehát elérjük azt, ami nem név és nem forma, nem gondolat, nem képzet, nem múlt, jelen vagy jövő, nem én és más, nem jó és rossz. Ezt akkor érheted el amikor tartósan a nem gondolkodás állapotában vagy. Mert igazi önvalónk nem tudható, hanem tapasztalható. Ha már tudsz valamit, az egy tükörképe vagy reflexiója annak, ami az eredeti. Ezért már nem az, hanem annak a képe. Ahogy az önképed és az önvalód között is, alapesetben van különbség. Minél nagyobb a különbség az önkép és az önvaló között, annál nagyobb a szenvedés. Mind az, amit te a világra mérsz, és az is, amit a világtól kapsz. Ezért elképesztően fontos magunkat úgy látni, ahogy vagyunk, mert akkor a világot is és a másik embert is úgy látjuk, ahogy van. A 180 fok tapasztalata, tehát a teljes egyévállás tapasztalata, a felébredés, amikor minden egyéni narratíva megszakad, képalkotás megszűnik, és visszatérsz a gondolkodás elé. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolat, csak a hanghatás van. Tehát egy pillanatra elvágta a zenbot ütése a gondolatot, Utána persze újraindul, mert az elmék eszméletlen sok oldalú, nagyon gyorsan újra termeli a karmáját. Az igazi kérdés az, ahogy a meditáció előtti körkérdésben végigmentünk ezen, ha elérted a felébredést, mit kezdesz vele? nagyon sok olyan embert láthatsz, akiknek rendkívül világos a tudata, rendkívül jól működik az elméje, rendkívül jól látják magukat és ezt a világot, és mégis önzők maradtak, és mégis csak a saját pénzükkel és hatalmukkal törődnek. Ez önmagában még nem lenne rossz, hiszen ha nagyon-nagyon magas pozícióba jut valaki, akkor látja azt, hogy ezt lehetetlen csak magának megtartani, hanem azt az elképesztő erőt, amit fölhalmoz, azt vissza kell forgatni a társadalomba valamilyen módon. De nagyon kevesen jutnak el idáig. Általában ráülnek arra a megszerzett vagyonra, hatalomra, arra az úgynevezett számukra jó karmára, amivel ők ugye a biztonságérzetüket, jólétüket, egyebüket garantálják. És ez kicsiben is igaz. Tehát nézd meg azt, hogy hogyan kezdted a szakmádat, most hol vagy, és hová juthatsz el. Ha jól csinálod, egy magasabb pozícióba jutsz, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Mit csinálsz vele? és a felébredés nagyon jól megmutatja, hogy nem lehet pusztán magadnak megtartani. Hiszen ez a magad, ugye ez volt az akadály. Ez szűnt meg akkor, amikor egy év váltál a világegyetemmel, amikor a lényeget tapasztaltad. A 181. fogtól kezdődik a karma transformációja, mert már megvan az, hogy hogy lehet. Megvan az a tapasztalat, ami karmamentes megvan az a felébredett tudat, amelynek a tükrében minden úgy látszik, ahogy van. És ekkor elindul az, hogy magadat elkezded egy olyan alakra hozni, amivel szeretnél 5, 10 vagy 15 év múlva együtt élni. És kiderül az, hogy ha ezt te őszintén és lelkiismeretesen csinálod, akkor veled is valaki könnyebben él együtt, könnyebb lesz egy családot harmonikus állapotban föntartani, és éppen ezért a karmának az állandó transformációja egy jobb alakra, egy boldogabb, bölcsebb, együttérzőbb működésbe folyamatos. Nincs vége. És ennek a belátása 270 fok. Folyamatosan kapod a külvilágból az impulzusokat, a saját családodból, a munkahelyedről, a barátaitól, az ellenfeleidtől és hogyan tudod ezt a karmát áttransformálni valamivé, amivel érdemes együtt élni, amit érdemes továbbvinni. Nagy részét nem viszed tovább, hanem egyszerűen kihajtod. De az az energia, ami feléd áramlik a világból, az nem rossz vagy jó, csak számodra alkalmatlan vagy alkalmas arra, hogy együtt élj vele, hogy továbbvidd, hogy magadévá tedd, és így tovább. A 270 foknál van az, hogy már nincs belső transformálni való ugyan a munka folyamatos, de az összes házi feladatot megcsináltad. Már nem kísért a múlt árnya. Már nincsenek megbocsáthatatlan karmák lent a pincében. Már nincsenek megoldhatatlan személy közötti problémák. Ami jön, az már új. Azzal már frissen, világosan lehet foglalkozni. És akkor kiderül, hogy mindezt nem magadért teszed. Egyáltalán nem. Ha csak magadért tennéd, akkor újra termelnéd azt az énséget, amely a nulla foknál a legnagyobb problémát jelentette. És akkor ez az átalakulás elkezdi szolgálni a kutyádat, a macskádat, a szeretteidet, a családodat, a munkahelyedet, a kerületet, ahol élsz, a társadalmat, esetleg az összemberiséget. És 360 foknál az énség teljesen eltűnik, de te, mint lény vagy rájössz, hogy a személyiség és az egoitás nem ugyanaz. Az egyik egy hozzáállás, ez az ego, a személyiség az az avatár, az a lény, aki vagy. És ez működhet énesen, és működhet éntelenül is. Tudod, hogy hol szabsz határokat, de korlátaid azok már nincsenek. Az ajtók azok nyithatók és zárhatók, áthatolhatatlan fal már nincs. Úgyhogy a zenkör az egy nagyon érdekes instrumentum, mert nem folyamatosan haladunk rajta. Azt hinnénk, hogyha elkezdünk mondjuk zen gyakorolni, akkor így szépen elkezdjük, hogy hát akkor beláttuk, hogy mi mennyire önzők vagyunk, és a nulla fogtól szépen elindulunk, és így linál majd tanulunk, aztán majd mondják, hogy gyakoroljunk, aztán majd mondják, hogy jaj, te elérted, most már transformálják, és akkor így szépen tovább a 270 akkor megdicsérnek megint, hogy jó csináltad, most már tényleg az összeset átforgattad, vasvilát leteszed, és akkor mész szépen tovább, és a búdhiszatban megjelenik 360, ez nem így van. Ez nem így van, mert túl egyszerű lenne, és nem lenne az emberre jellemző. Mi egy nagyon paradox és kaotikus működésre képes lény vagyunk mindenki, és ezért ugrálunk a zen kör különböző pontján és valamikor nagyon jó tanítványok vagyunk, aztán már ugranánk is a 270 hogy egy kis mágiával, majd átalakítjuk itt a világot, meg magunkat. Tehát mindaddig, amíg én van benne, addig visszahullasz, amíg a 180 fok nincs meg, addig az én telenedés nincs meg, addig az azonosulások, illúziók, ragaszkodások vannak, és ezért nem fog működni. Nincs rövidebb út. Tehát a zenkört a maga teljességében tapasztalni kell. De hogy pontosan éppen most mit tapasztalsz, az a te utad függvénye, a te választásodnak a függvénye. Tehát, hogy pont most tanulsz-e, gyakorolsz-e, átalakítasz-e, önzetlenül segítesz -e, az most éppen a te karmádnak és döntésednek a függvénye. Azért érdemes ezt szemügyre venni, mert ahogy nem lineárisan haladunk az enkörvonalán, ugyanúgy minden pillanatban nyilvánvaló, hogy hol vagyunk. És ez másodpercenként változhat. Tehát ebben a pillanatban, most botiszatvaként, tanítványként, megtisztult arahatként, kismágusként, vagy egy átlag önző emberként jelétezel? Ez a kérdés, ez az öt fok, csak nem sorrendben mondtam. Nézd meg azt, hogy most milyen tudattal bírsz. Most mit csinálsz, most mit érzel, gondolsz, beszélsz. És akkor látod a karmádat. És ennek az irányát kellene megszabni nagyon-nagyon világosan. És ha ez az irányvétel az, hogy ébredj föl és segíts más érző lényeken, akkor ez mondjuk a zen alap egyezik. A módszer pedig, ahogy azt az ezt megelőző fél órában tapasztaltátok, rendkívül egyszerű. Minél egyszerű, annál jobb. Annál jobban működik válsághelyzetben. Az a gyakorlat, amit végzünk, az a belső energiádat, és az univerzum energiáját harmonizálja az egyévállás tapasztalatával. A magaddal hozott személyes energia az kurjaiul vongi, eredeti energia. Ez a teljes információ és hajtóerő belül. Ez mindenkinél más, mert más az arcunk, más a szemünk, más a testalkatunk, más a lelkialkatunk, más a karmánk, mindenkinek. És ez az, ami a te energiádat per jelenlétedet adja. A nagy energia, ami az univerzum, vagy a kozmosz, az korél dégi, szó szerint nagy energia, mert nagyobb nálunk, mint egyén, mint társadalom, mint emberiség. És ez a nagy energia, ez mindig erősebb lesz. Tehát ne gondold azt, hogy te majd így telvilmos, vagy telvilma módjára le fogod nyilazni az univerzumot, mert ez nem fog bekövetkezni. Inkább egyébként válni ezzel a hatalmas energia forrással, és ez egy harmadikra van szükség. A jó ír az, hogy ez mindenkinek megvan, csak ritkán használjuk. Ez az üres energia, kongi, ez a lélegzeted. Tehát az, hogy a lélegzet által te állandóan közlekedsz a külső tér és a belső tér között, ez nem mindenkinek nyilvánvaló. Lélegzünk, mert nem tehetünk másképp. Lélegzünk, mert akár 5 perc hiátus, és már ne, nem is élünk, ugye? Wongi, Kongi és Dégi egyévállása az a meditáció által következhet be, amikor mind a három egyszerre tudatos. Egyszerre vagy tudatában annak, hogy mi van belül, kívül és közte. Mi az, ami ezt összeköti, hogy külső és belső? És hogyha a külső tér, a belső tér és a lélegzet egyszerre tudatos, akkor ez az egyéválás megvan. Az egyévált energia hapki, vagy harmonizált energia. És erre azért van szükség, mert ha ez nincs meg, akkor az állandó számkivetettség, leválasztottság, magány, elszigeteltség és ilyesféle állapotokban tudunk létezni. És ez nem emberhez méltó. Ezt nem szeretjük, ezt nem szoktuk tűrni sokáig. Tehát valami olyan tapasztalás kell, ami ezt föloldja. És ennek a föloldását szoktuk néha nagyon-nagyon rossz helyeken keresni, amitől különböző betegségeket kapunk, tévutakra megyünk, átmeneti fellélegzés és nagyon nagy takarítás van utána. Úgyhogy ezt helyesen kell csinálni, mert ha nem, akkor az ember még több karmát termel, mint ami előtte volt még elszigeteltebb lesz, mint előtte volt. Úgyhogy az endben ez az egyévállás, felébredés, az önkép és az ehhez kapcsolódó illúziók eloszlatása, az önvalóhoz való visszatérés és más lények segítése ugyane felé, ez az út. Úgyhogy ha ennek a megvilágításában segíthetek bárkinek, akkor itt a lehetőség kérdezzetek. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudunk abból a hiátus abba, abból az elszigetelt állapotból kilépni, ugye, amiben, amiben benne tudunk lenni egy ideig, ami nem jó. Elsősorban rá kell kérdezni az állapotra, hogy mi ez, honnan jön, mm. és meg fogja mutatni azt, hogy miből táplálkozik, és mit táplál. Néha az ember szándékosan elszigeteli magát. Ezzel időszakosan nincs gond, nem kell mindig beszélni valakivel, nem kell mindig kapcsolódni valakihez. De ha nem személyes a kapcsolat valakivel, akkor a világgal kell olyasféle kapcsolatban lennünk, hogy egy hely tetején egyedül például ne érezd magányosnak magad, nem is szoktuk. Tehát a magányérzés az nagyon sok helyen kialakulhat. Egy embertömegben, itt a New Yorki szabbében, bármilyen helyen, ahol azt érzed, hogy nem kapcsolódsz a környezetedhez, nincs közlekedés, kölcsönhatás közted és a környezetet között, legyen az emberi, állati, természeti és a többi. Ez egy belső akadály. Az önvédelemtől az én falig minden lehet. És a kérdés az, hogy ez honnan jön. Tehát leülsz, mert már úgyis magad vagy, tehát túl nagy kockázat nincs, és akkor belül fölteszed a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Ez az első lehetőség. És egy csomó minden kirajzolódik. A fontos az, hogy akaratlagos elmeműködéssel ezt ne kísérjük. Tehát ne akard logikával vagy bármilyen elmeműködéssel ezt a választ ki sakkozni. Sokkal inkább az hasonlít, hogy a tükörben nézel valamit, amiről tudod, hogy nem teljes, nem látod teljes mi voltában. Ha hát tovább nézed, akkor egyre több minden kirajzolódik belőle. Olyan, mint amikor a puzzle darabok elkezdenek a helyükre esni, úgyhogy te nem nyúlsz hozzá. Tehát ez a megállítom az elme mozgását, samata, és belátást nyerek, pipasja két szanszkrit szó. Koreo kan son. A kan az a perceive, a megpillant, felfog, a hua pedig szó szerint jelenséget jelent. A szont pedig az elmélyülés, a zennek a kóriai kiejtése. Ugye a kanhaszon san praxis az ezzel a kérdéssel indul, hogy mi ez? Tehát mi ez, ami lát bennem, hal bennem, gondolkodik, érez, és a többi. De ennek van egy tárgyas változata, például lehet az elszigeteltség vagy magány érzete. Uh -huh. Hogy mi ez, honnan jön? És akkor rálátsz. Ha már ráláttál, akkor el tudod magad oldozni tőle. Mert kialakult a látás által egy távolság. Tehát kialakult egy nem kötődés, nem ragaszkodás, és a végén egy nem azonosulás is. ekkor tudod megváltoztatni. Ekkor például fel tudod hívni azt az embert, akit féltél felhívni. De aztán fölhívod, és kiderül, hogy nem is olyan rossz vele beszélgetni. Vagy megteszel olyat, amit addig nem. féltél tőle, nem akartad, nem bíztál magadban, és átfordul. Mert látod az ok és okozat működését. Alapvetően a saját jelenlétünkön múlik, a saját ön- és világképünkön múlik, hogy tudunk-e kapcsolódni egy másik emberhez, vagy sem. Mert ezen az alapon jól vagy rosszul látom a másikat. Ha jól látom a másikat, az alapvető bizalmat ébreszt. A másik ember érzi, hogy hogy látják őt. Te, hogy látod őt. Ez nagyon jól érezhető. Ha egy fal mögül nézel, egy ilyen lőrésen keresztül, olyan távolság lesz, olyan hiány lesz, hogy ihaj. Ha pedig nem fal mögül nézed, hanem a mezőről közvetlenül, a lelkek ugye tudnak találkozni, akkor spontán bizalmi kapcsolat alakul ki. És a bizalmi alapú kapcsolatok át tudnak alakulni szeretett kapcsolatokká, úgy szép óvatosan, nem kell sietni. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly az, amikor az ember a saját önbizalom hiányából, önvédelméből, félelméből egy falat húz, és a mögé ő elbújik, és ott szenved. Hatalmas munka lebontani azt a falat, általában valamilyen szeretett kapcsolattal szoktuk kezdeni, mert az oda-vissza úgy működik, hogy a szeretetből bizalom lesz, és a bizalomból szeretet oda-vissza. Tehát valahol el kell tudni kezdeni. Tehát egy pici kerés kell csak, amiben bejön a fény, és akkor azzal úgy lehet tágítani a horizontot. A kérdésem az az egységgel kapcsolatos. Az egységet akkor érzem, amikor Szabadba vagyok, és amit mondtál, a hegynek a tetején, és nem érzed magányosnak magad, vagy nem is a magányosság, inkább akkor érzed magad egységbe az egésszel. A kérdésem az, hogy egy ilyen városban, mint New York, hogyan lehet egységet érezni? Hogyan lehet az embernek ezt megérezni, mert szerintem nagyon nehéz. Fel kell szállni a kompra, és így el. Hát volt egy egységélményem élményem tegnap a Sea Streak-nek a gyönyörű járatára itt az East 35-nál felszálltunk, nagyon fontos, és elhajóztunk nagyon messzire, úgyhogy 32-33 csomóval ment. Az olyan kilométerben olyan 60-62 kilométeres sebesség, szárazföldi mérföldben olyan 40 körül. Mm. Amikor egy hajó egy gyönyörű katamarán ilyen állapotban megy, az leviszi a fejedet, még hogyha beltérben vagy akkor is. Tehát valamilyen élmény kell, ami ebből az elképesztően merev épített környezetből, ebből a nagyon-nagyon nehéz rágyszerkezetből, ami ez az egész település, ami itt van, téged kivisz. Tehát nem elég a Central Parkban vagy valahol sétálni, hanem ki kell menni a természetbe, vedd magadnak a fáradtságot, meg megesz a beton, az acél, az üveg, és ez a nagyon rázós aszfalt, mint a Budapesten lennék. Mezony. Úgyhogy innen el, ami a feltöltődést illeti. Ha egy kötődést alakítottál ki családilag, munka és egyéb szempontjából, akkor azt tudatosan tetted, akkor itt élsz. De itt feltöltődni nem tudsz. Nem. És szívem legmélyebből mondom, ha tudnánk, ha lehetne, rámutatnék arra a pontra, itt van Manhattanben az energiakút, tessék rácsatlakozni. Nincs. Tessék a természetbe menni, ahol hegyek, völgyek, folyók vannak, és az épített környezet így le, és a természeti környezet így föl. Ezek a helyek. Köszönöm. Jó, szívesen. Én azt kérdezném, nem tudom, az elején volt-e szó, mert lemaradtam, hogy mit jelent az, hogy zen. A zen az eredetileg a szanszkrit gyána szóból származik, amely elmélyülést, egyévállást, letisztulást, megvilágosodást, felébredést jelent szó szóval maradjunk az egy évvállásnál, mert ez a leghívebb ehhez. Ez lett Kínában Csanna, aztán leválták Csanra, aztán Szon és Zen. Indokinában Tien, ez is egy kiejtés változat. Most megkérdezhetnéd, hogy a gyána az mibe passzol bele, akik esetleg jogáznak és Patanjali szutrát olvasnak, nem csak hat, hanem Astanga joga is ugye ide vezet, a jogának nyolc ága van. Szendékosan nem fokozatnak mondom, hanem ágnak, mert minden ága fontos, és nem sorrendben szokták gyakorolni, de érdemes. Az első kettő az a jáma és a niáma, a teendők és a tiltandók. Mit tegyél és mit ne tégy. Utána van az ászana és a pranayama, a légző gyakorlat és a fizikai gyakorlat. Utána a pratyahára és a dárana, pratyahára azt jelenti, hogy az érzékszervek helyett befelé fordítod az energiát. Érzékszervi sík az az, hogy kint mit látok, kívülről mit hallok, mit tapinthatok meg, és e az energiát befelé fordítod. A dárana az szó szerint a tudat összeszedettsége, koncentráltsága, és a hetedik az a gyána. Tehát az, amikor a tudat tárgyát már el tudod engedni, és a gyána már egy eszköztelen meditáció. Nincs külön technikája. Jelenléte van. És a nyolcadik, hogy kicsit teljes legyen a kép, a szamádi, az pedig a teljes elmélyedés, az önvalóban való feloldódás, amikor a vízcsepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. Úgyhogy a gyána ez a hetedik fok a gyána iskolák azok körülbelül egy 1600 évvel ezelőtt érkeztek nagyon hangsúlyosan Indiából Kínába, már az előtt is ugye azért szivárgottatan rendesen. Krisztus születése és munkássága körül már a tan jutott Kínába, erről vannak emlékek, de hát azért pár száz évbe beletelt, amíg ott gyökeret vert. mert amint tudhatjátok, a buddhizmus ez egy tanító iskola, vagy iskolák gyűjteménye, nem térítő. Tehát aki szeretné, az csinálja, aki nem szeretné, az nem, és senki nem fogja azt mondani neked, hogy inkább ezt higgyed, vagy ezt valljad, ezt gondoljad, ezt az utat járjad más helyet. Az emberek, hogyha szeretnék, akkor kipróbálják, rálépnek az útra, és járják addig, ameddig szeretnék. Ezért lassabban is terjedt. Mai napig így van. Úgyhogy gyána az így ebbe a kontextusba illeszthető, jó? Az lenne a következő kérdésem, hogy hogyan lehet elérni a gondolat nélküli állapotot, a hosszabb ideig nem csak egy botütés erejéig. Pedig most akartam, tehát hihetetlen. Szóval azért tanítjuk a meditációs technikát, például a kérdés feltételét, mert az átmehet egy olyan fázisba, amikor nem szóbeli. Tehát mondhatod azt a taxisofőrnek, hogy egyenesen, 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 mondjuk itt straight on, or go straight, de egy idő után, ha csak ennyit csinálsz, már azt is ugye tudja, és azt is érti. Az elme ugyanezt meg tudja csinálni a tudatossággal. Nem kell mindig belül kimondani azt, hogy mi ez. Nagyon fontos az, hogy a szóbeliség az megelőzi ezt a szótalan belső állapotot, és egy olyan hat hónap, egy év körülbelül rendszeres gyakorlással amíg egy olyasféle dolog kialakul, hogy már szavak nélkül is, a kérdés verbális feltétele nélkül is, a tudat pontosan abba az irányba megy, mint amikor előtte föltette a kérdést. És akkor nincs szóbeliség, de a kérdés ott van, az irány ott van, a haladás ugyanúgy megvan. A mantra praxis ugyanez, amikor mantrázol, akkor ugyanúgy a tantienre fókuszálsz, a mantra legyen az mondjuk az együttérzés mantrája, van Kvanszerumbó Bosszál, vagy a felébredésnek egy nagyon hangsúlyos kijelentése ez a Gáté, Gáté, Paragáté, Paraszám, Gáté, Ha ezeket az ember úgy szépen ismétli, akkor az elmének az állandó zajongása az elmúlik. Kialakul egy nagyon tiszta látás, és a jelt és a zajt meg tudod különböztetni, és emellett belül kialakul egy nagyon világos, spirituális hierarchia. Na most ez a három funkció a mantra praxis következménye. A mantra, hogyha évekig gyakorlod, az annyira automatikus tud lenni, hogy a szóbelisége, a mantra teste visszaolvad a csendbe, de a mantra mégis ott van. Így lehet a megtartását is botütés nélkül szépen kitartani. És egy idő után már támaszkodhatsz a környezetedre is, mert hogyha tiszta a tudatod, akkor minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, az a tanítód lesz. A tanítód lesz abban az esetben, hogyha tényleg itt vagy, és itt is akarsz lenni ebben a pillanatban. Ha nem, akkor az akadályod lesz, mert helytelenül használtad fel. Ez a világ ez nem jó vagy rossz. Nem ez a világ a megvilágosodott, vagy a tudatlan, vakságban élő, a téves nézetek között élő. A kabzsisággal és haraggal élő, ez nem a természet, ezek mi vagyunk. Tehát rajtunk múlik, hogy ebből a világból mit sajátítunk el, mit tanulunk, mire ébredünk rá, mit adunk vissza neki, hogyan segítjük. Ez mind a mi tudatállapotunkon múlik. Tehát ez a Föld pontosan olyan, mint az emberiség tudata. Hajszál pontosan, mert ilyenné tettük. És innentől kezdve az emberiség felébredhet az ok és okozat működésére, a kérdés az, hogy megtesszük -e ezt elég gyorsan. És az egyén itt nagyon fontos. Hiába nagyon kicsinek tűnsz az egész kontinens népességihez képest, vagy a föld népességihez képest, mindig az egyénnel kezdjük. Csak az egyén hozhat személyes döntést, senki más. És ezért óriási jelentősége van annak, hogy te most milyen tudattal mész ki innen. Holnap milyen tudattal ébredsz föl és mész ki az utcára, és a többi. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és láthatlak élőben, és nem csak a videókon keresztül. Köszönöm, hogy jöttem. És uh, szeretném megkérdezni, hogy ugyan azt én tudom, hogy otthon, hogy, hogy indulhatnék el a zen útján, hogyha szeretnék. Na, de itt mit javasolsz egy kezdőnek? Hát egyrészt meditáljon minden nap, mert végül is sikerült most meditációs instrukciókat hallanod az előadás előtt, és hát előbb-utóbb azért barátokkal, barátnőkkel érdemes egyeztetni, hogy együtt is meditáljunk. Ez nagyon jó ám. Nem könnyű, de érdemes energiát fektetni ebbe. És akkor közösen tesszük ezt, és itt az egy, meg egy, meg egy, az nem három, a sokkal több. Mikor együtt csináljuk, akkor ez egy nagyon erős, nagyon világos irány. És ki lesz a tanító? Hát, aki megtanulta. Aki megtanulta, és akit egy másik tanító kijelöl. Mert ez nem olyan, hogy csak úgy előugrik valakinek a fejéből Pallas-Aténé, és azt mondja, hogy én tudom. Ezt nem így szoktuk. Ezt úgy szoktuk, hogy gyakorlunk mondjuk a tanítóval, akár a templomban, akár egy helyi csoportban és akkor a tanító kinevezi a következő tanítót. Akármilyen szinten. Te hogy hány fokozat van. És ekkor lesz valaki tanító, addig mindenki tanítvány, és hidd el, ez így van jól. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem van egy érdekes kérdésem, hogy mi lenne, mi, lenne, hogyha mi lenne most, hogyha az, az emberiség nagy része buddhista lenne, és, e, és és, en, és felütne ugyanez a járvány, tehát ugyanez a vírus? Szerinted hogyan viselkednének az emberek, a buddhista emberek? Hát, ezzel a vírussal kapcsolatban. Ugyan teoretikus a kérdés, de annyira szép a tartalma, hogy én ezt most megválaszolom neked, bár elméleti kérdéseket nem szoktam. Ez a mi lenne, ha a kezdetű? Hát amennyire én a hagyomány viselkedését látom virális és nem virális helyzetekben, sokkal nyugodtabb lenne a válasz. Nem lennének ilyen extrém reakciók, pánik, meg hasonló, ugyanis az ok és okozat tudomásul vétele, az mondjuk a tudományos eredmények tudomásul vétele is. Tehát a tudomány, mint olyan, az a nagy ok és okozat tanulmányok része, nem az egésze, a része. És ekkor például preventíve sokkal több intézkedés lehetett volna hozni, ki lehetett volna alakítani mondjuk egy olyan vizsgálati módszert, amelyet most a dél már több tízezer emberen alkalmaznak, egyszerű nedv vizsgálat, tehát a nyából mintát vesznek, és szerbusz. Pillanatokat megvan. És ahelyett, hogy így ugye a bunkós bottal agyonvágok határokat, országokat, utazásokat, folyamatokat és egyebeket, meg kellene nézni, hogy ugyan kinek van ilyen kis koronavírusa, és kinek nincs. Mert ez lenne a normális. És ugyanúgy checkpoint Charlie, áteresztések, vizsgálatok és egyebek, és ez nagyon kemény lenne, de legalább eredményre vezetne. És nem ilyen pánikszerű, szélsőséges, filigasságokon vagy teljes téves nézeteken alapuló intézkedéscsomagok, amelyekre így ránézel, és azt mondod, hogy így, így megáll az ész. Hát álljon is meg, mert tovább nem menjen ebbe az irányba. Ezeket meg lehetett volna csinálni, és minden egyes csoportkarmát nagyon szépen mutatja, hogy ki hogyan reagálta erre Ázsiától, Európáig, Amerikáig, ki hogyan reagálta ezt le, ki milyen intézkedéseket és mikor vezetett be, az nagyon jellemző az adott országra és a vezetésre. Hány hely van a kórházban például, és <laughs> Itt súlyos hibák voltak, és ezt nem én mondom, hanem nagyon sok emberrel beszéltem, és köztük egy ilyen nagyon profi kórházi konzultáns volt, nővérke, hospice, bedside advisor, stb. Tehát aki nagyon-nagyon érti a beteg oldalt. Több mint 25 éve van az iparban, és nagyon sokféle szögből látja ezt és ő mondta, hogy eddig, amit látott, az 90 ban helytelen intézkedés volt, és nem csak azért, mert materiálisan az ami, hanem mert későn, tehát nem voltak hajlandók elismerni, hogy ez van. A patient zero, az a most visszavezetések szerint november 17-én fertőződött meg. Mikor tudtál erről a COVID-19-ról először? Nyugodtabban, tárgyalagosabban, de kevésbé önzően, nagyon világosan lehetne tudomásul venni, tekintsünk el attól, hogy buddhizmus, csak azt nézzük, hogy mondjuk tiszta tudat, és kész. Mindegy, hogy mitől. És akkor nem szűköl, hogyha karantén van, mert a karanténban nem két hétig kell lenni, hanem tíz percet és hogyha tényleg beteg, akkor maradjon ott, mert tudja, hogy az, és nem várdogál, míg a mellette levő tényleges fertőzött megfertőzi őt is. Az emberi karma összes salakja egy ilyen válsághelyzetben a felszínen. jön. Hogyha eluralkodik rajtunk egy ilyen pánik, mert olyan környezetben vagyunk, hogy hiába tettetem azt, hogy boldog vagyok, és nagyon-nagyon nyugodt, de közben érzem azt, hogy az érzelem így jön fel, és egyszer csak kicsattan, és egy olyan munkahelyen vagyok, ami mondjuk egy vendéglátói egység, ahol tényleg ott happynek kell lenni 0-24-ben. Keep smiling, nem jön a vevő, és kirúgnak. Igen, mondja. Hogyan kezeljük ezt a helyzetet, amikor Azonyomban egy ilyen pánik... a lélegzetet tudatosítani kell. Tehát mm. már az, hogy a lélegzetre vitte át a figyelmet, és nem a szívcsakrában, ott a robbanó bombán, ott a matatsz, már a tudatnak teret ad. Tehát ilyenkor a tér és az idő az életet ment. A tér az azt jelenti, hogy a tudatot tere nagyobb, mint az a bomba, ami ott szépen a lefolytás miatt robbanni készül. Uh -huh. Tehát lélegez, lélegez, lélegez. Ez kitágítja a tudat terét. Ha így van, mert megtetted, akkor már nem is ragaszkodsz annyira ahhoz az érzelem csomaghoz, ami éppen ott izzik és robbanni készül. Látod, és akkor kevésbé uralkodik rajtad ez a karma. Ezzel időt nyertél. És ha időt nyertél, akkor életet is nyertél. Úgyhogy tessék félretenni azt a karmát, ami éppen akkor nagyon káros lenne neked is, meg a másiknak is, vagy a környezetnek is, mert bármilyen reakció, ami ott és akkor helytelen, az bizony nagyon sokba kerül. És ezt kontrollálni kell tudni, azt már látod, hogyha újabb érzelmet vagy gondolatot dobsz rá, az csak olaj a tűzre. Ki kell venni az energiát belőle. A lélegzet elkapása mellett azon nyomban a testtartást kapd el, és nézd hogy hol feszülsz. Na, ott kell lazulni. Tehát mihelyt valamilyen izomcsoport befeszül a karmád miatt, azon nyomban ellazulni lélegzettel ezt az izontónust, tessék összekötni, tessék mozogni, és akkor ezzel a lélegzettel, szépen kicsikét áttéresített mozgással és tudatállapottal meg ki tudod magadból pörgetni ezt az egészet. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, de ez tényleg csak 50%. A másik 50% az, hogy preventív üzemmódban, napi meditációs gyakorlattal, a karmának a gyökereit kihúzni. Tehát azt ott helyben kezelni, az egy nagyon-nagyon keserves és munkás dolog. Ugyanis a tipikus, megismétlődő, újra és újra előforduló problémák, azok mindig belső megoldatlan karmából származnak. És ennek a gyökerét valahol tetetted be a talajba, egy ilyen kis magocska formájában, amit hitrendszernek hívunk. Jön meggyőződés, hogy nekem most ez jár, nekem itt most igazam van, én most ez vagyok, a másik ilyen a világ. olyan, és ezt abszolút értékben így lepecsételtük, és ezt hordozott szépen az azonosság tudatodban. És ebből vannak a problémák. Ezért nem látunk tisztán, nem hallunk tisztán, nem reagálunk tisztán. És a környezet ezt a reaktív tudatot állandóan macerálja. Mint hogyha egy ilyen titkos kód lenne az emberek, vagy pont ott ütnek, ahol neked fáj. Ismerős? Ismerős. Ugye? Na ezt te csinálod. Tehát pontosan azok a rések a karmának a feloldatlan vakfoltjai, ezek hívják be azokat az embereket, akik rútul és kegyetlenül fogják ezeket a vakfoltokat ütni. Mihelyt főszámolod, mihelyt megtanultad a leckét, mihelyt nem azonosulsz a karmával, mihelyt megváltozik az önképed, ez megáll. Mert tényleg nem ez az állandó. Azt szeretném megkérdezni, hogy van ez a kérdés, hogy mi ez? Van, az van? Az van. És amikor rögtön jön a válasz, az oké. Okay. És amikor nem jön válasz? Az még inkább oké. Okay. Az a legokébb? Az, hát egy ideig. És ha nagyon sokáig nem jön rá válasz? Az nagyon-nagyon jó. Mert akkor végre tisztán látsz, tisztán hallasz, és kezd az önképnek a kényszer egy kicsit oldódni. A rögtön fölpattanó válasz az az elmének a szokása. Tehát az önképet az anyomban újra termelted, és ne lepődjé meg mindenki így kezdi. És ha mi ezre általában egy ilyen nyugtató, szép, finom válasz szokott jönni, nem szabad elhinni. Egészen addig kell folytatni a kérdezést, amíg tényleg semmilyen választ nincs, és maga a kérdés marad. És a kérdés megáll, és eljut ebbe a nonverbális fázisba, és a tudat nem mozdul és ezt a módulatlan tisztán látó, tisztán halló, tisztán gondolkodó, érző tudatot, ezt kell megtartani. A válaszok, azok jönnek és mennek. Igazi önvalód nem jön és nem megy. Tehát ami válaszként onnan főpattan, az csak önkép lehet. Azt nyugodtan elengedheted. Akkor is, hogyha tisztel meg, és tisztel, ugyanaz az a válasz jön fel? Mondjuk egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Az más, hogyha egy dologgal kapcsolatban, itt, itt most meditációról volt szó, ott te nem vagy semmilyen dologgal kapcsolatban. Uh -huh. Magadat kérdezed, és amíg az elme felpattint valamit, az a saját karmádnak az echoja, a visszhangja. Na most, ha kiterjeszted, és van valami vagy valaki, amivel vagy akivel kapcsolatban, ugye te valamilyen ívet kapsz, valamilyen önképet kapsz, az meg teljesen más dolog. Ugyanis ebben a tiszta, tükörszerű önkép nélküli tudatban, az okozatiságot nagyon jól lehet látni, sőt, ez a kötelességünk, hogy végre, ha már van egy tiszta tükrünk, hát használjuk. Hát lássuk azt, hogy a másikban mit hoztunk létre. Azt is, hogy a másik bennünk mit hozott létre. Így már egy kicsikét ugye, életszerűbb a dolog, ugye? Uh -huh. És ezt lehet nagyon szépen használni. Gyönyörűen. Irányba lehet fordítani. Hova akarod vinni a kapcsolatot? Tehát egy akkor... egymásra nagyon erősen. A emberi kapcsolatok mindig valamilyen kémiával bírnak, ha hideg, hideg, ha forró, forró, teljesen mindegy, vagy vonzás, vagy taszítás. De olyan nincs, hogy egy kapcsolat valamilyen irányban ne haladjon. Miért? Mert látod azt, hogy a másik mit hoz ki belőled. Mivé válsz a másik mellett? Kivé válsz a másik mellett? Ugyanez vissza. Te mivé változtatod a másikat? Kivé változtatod a másikat? És ilyenkor már az, hogy mi ez, eszenciális. És akkor van mindig egy operatív válasz pillanatról pillanatra mellette, hogy érzem magam, hogy beszélek, mit csinálok, kivé leszek. E. Így már más. Amikor ugye az alanyi, vagy éppen a tárgyatlan dologról van szó, az a meditatív állapot, akkor szépen lesurickoltuk a tükröt, mert más dolgunk éppen nem volt. Amikor valamilyen helyzetben vagyunk, emberi kapcsolatban, emberek között, ugye, akkor már egy operatív kép, egy nagyon világos visszajelzés van oda is, vissza is. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Szeretném azt megkérdezni az előadás. A mai darma beszédnek ugye ez volt a címe, hogy hogyan teremtjük a világot, és hát érintőlegesen erről már beszéltél tulajdonképpen ma este, de ha még esetleg úgy érzed, hogy erről tudnál egy kicsi kiegészítést még. Természetes, hát végül is tényleg csak érintettük eddig. Az Avatamszakasz útrának van egy nagyon fontos tanítása, ha meg akarod érteni a világegyetemiben létét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Na most ezt így elmondani, mint a buddhista tanítás tényleges summázatát, ez nem nehéz, ezt minden szútra szerzetes vagy világérdeklődő tudja. De ezt a tudatot, amely tényleg teremti a világegyetemet, tapasztaljuk, birtokba vegyük, letisztítsuk, megszabadítsuk, felelősséget vállaljunk vele, az egy nagyon komoly munka. És hogyha meg akarod tudni ennek a tudatnak a minőséget, akkor tessék körülnézni kívül és belül. Mert ennek a teremtésnek a nyomát látod. Minél jobban kinyitod a szemedet, annál teljesebben látod ezt a teremtést. Hogy milyen emberré változtatod magadat, és milyen világot teremtünk a környezetünkben. És hogyha itt nézed, akkor ennek a tudatnak a kollektív, hangsúlyozom, kollektív minősége, hát nem túl magas. Mert különben nem lenne ennyi szenvedés a Földön. Nem szenvedtetnénk másokat és magunkat ennyire. Hogyha magas minőség lenne, akkor tudnánk boldogságban, szeretetben, bölcsességben élni, mert tiszta lenne a tudatunk annyira, hogy az ok és okozat működését jól látnánk, és helyesen használnánk. Figyelted, hogy mindenki jót akar? De mit légy ki? Megkérdezed mindenki? Tehát annyira jót akar, hogy az már hihetetlen. És körülnéze, hogy a világban mi megy, tragikus. Tragikus. Nézd meg a karmának ezt a négy jól elkülöníthető osztályát. Egyéni karma, páros karma, családi karma, csoport karma. A különbségek szerintem nagyon világosak, hogy hol vannak a határok. Hogy működünk? Mások ebben a négy kontextusban minek néznek minket? Mi minek nézünk másokat? Hogyan élünk együtt ebben a négy garádicsban vagy fokozatban? Nagyon-nagyon komoly a probléma. És még akkor a természeti környezetről nem is szóltunk. Úgyhogy ennek a tudatnak a minősége az, amit teremt, és ahogy teremt, amilyenné válik, és amilyenné változtatja a környezetét, emberi és természeti környezetet egyaránt. És innen lehet azt látni, hogy elég nagy a házi feladat. Tehát nagyon kevesen gondolják át, hogy akármilyen őstörténetet, teremtésmítoszt, eredetet rajzolunk a nagyon távoli múltba az a mi feladatunkon itt, ezen a bolygón lényegileg nem változtat. Itt nyugaton három nagy monoteisztikus vallás mondja neked, hogy Isten hogyan teremtette a világot, és belé az embert. És ezeket nem érintjük, mert mindenki dolgozzon vele úgy és ott, ahol szeretne. De a feladaton itt most nem változtat az a fajta mítosz, amit magunk mögé teszünk a múltban keleten, akár a taoizmus, akár a konfucianizmus, akár a buddhizmus, vagy egy hinduizmus, egy rakás vallást mögé tehetsz, amennyire fölébreszt téged a tan és tisztán látod az ok és okozat működését, annyiban releváns. Egyébként ugyanúgy mitikus, ugyanúgy a nagy eredetről, mahakalpákról, buthákról, a misztikus taóról szól, és hogyha nem jársz az úton, és nem vagy itt a pillanatban tiszta tudattal, akkor használhatatlan. És irreleváns. Tehát mindegy, hogy milyen úton, de jussunk már el odáig, hogy ebben a pillanatban mi vagyunk a felelős lény. Nekünk van szabadságunk, és ezért nekünk van felelősségünk is, mint emberek, mint emberiség. Ennek a működését nagyon jól látjuk. A környezetben, a másik emberben, a családban, a társadalomban és magunkban. De látjuk-e? Merjük-e látni? És ha látjuk, akkor mit kezdünk ezzel? Ez a kifejtettebb része annak, hogy a tudat teremti a világot. Tizen évek óta megy a köztudatba is, meg mindenki, nem mindenki, nagy többségünk igyekszik saját magán belül dolgozni, a karmát letudni, közösségen belül felelősséget vállalni, önmagáért, családjáért, gyerekeért, la, 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 la. És a mai nap ott tartunk, hogy tizenvalahány év után az ember azt hihetni, hogy az a több tizenéves munka, önmunka, ami bennügy kén, hogy egységben, szeretetben, örömben bőségben, meg mi egymásban, egészségben működünk. És akkor mi van ma? Vírus van, mindenki szeparálódik, nagy kezet fogjunk, nehogy ölelkezzünk, nehogy nem tudom mi legyen, és minden kettő szeparálódik, még aki tehette eddig, hogy egyesült, még az se. Tehát a kérdésem az, hogy ez milyen törvényszerűség alapján van ez most ma? A járványügyi intézkedéseket a nagy egyévállással nem kéne összemosni, mert akkor biztos, hogy valaki megbetegszik. Én azt értem. De most mondom megint, ami benne úgy kint, tehát az a sok egyéni munka, én ami én az én. elmúlt... Mert itt nem vagy nem megint egy év éve éve után, örömmel üdvözöllek megint, itt vagyok én is, pedig nem akartam itt lenni, itt vagyok. Az úgy sikerült te. Annak ellenére, hogy nem akarunk ölelkezni, és nagyban kezet fogjuk, meg, meg felszólítottak, gondolj meg, meg kétszer-háromszor, hogy ide gyere. mert Európából jó. Júj, péntek után nem jöhetsz ide? Milyen jó, hogy itt vagy máma. Érted? Szóval ilyen dolgok, ez realitás. Igen. A 3D-be. Ez most komoly. Ne is és is veszem félvállalat. Tizen... Itt, itt De... Hozok, teljes vászélesség, és hallgatlak, mondja. Ez szó, hogy univerzális vicc. Csak kérdem, hogy ez milyen univerzális törvény alapján jöhetett létre? Amikor az egész világ azon van, hogy 144 ezer, meg ide meditálunk, meg köztudat, meg blablabla, bla, 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 mindenki elolvast az összes könyvet, ami kijött az elmúlt húsz évben, és akkor az van, hogy nem együtt vagyunk, hanem szala szét. Elvileg. Oké? Okay? Kérdésem az, hogy ez hogyan jöhetett létre, vagy ez csak egy, egy bugyanzás, e. vagy mi van? Egy tanulmányi kirándulást javaslok. Mi? Hova? A wuháni halpiacra. <laughs> Ami bezárt közülünk. <közönt>. És egy Hubei provinciát kinyitják a külföldiek előtt, egy, Pekingi vagy Sankháji átszállással Wuhanban landolsz. De nem az, hogy jön ez a vírus, de mindent. És ott meglátod, hogy hogyan kereskednek az élő vagy halott állatokkal. És abban a higiéniai kultúrában nagyon jó meg lehet látni a keletkezését ezeknek a kis mikróbáknak. Úgyhogy itt nincs semmi rejtély. Tehát ez, amivel most küzd a világ, úgy, ahogy azt az előbbi kérdésre válaszol a szemszögemből elmondtam, ez 96 százalékban megegyezik az SARS vagy SARS vírussal. <hül> és ugyanúgy állati, esetleg denevér eredetű. Nincsen semmi különös emögött, és bizony ez is a dharma törvénye. Tehát, ahogy a karma működik, például egy biológiai karma, az is az ok és okozat törvényébe illeszkedik. És nem mossuk össze az élet más területeivel, mert hogyha arra van szükség, hogy egy hatalmas nagy koncertteremben meghallgassunk egy gyönyörű, ugye Bach hegedű versenyt, vagy egy Beethoven szimfóniát, és ott három ezer ember boldogan tapsol, akkor mi ezt csináljuk, mert az emberek így döntöttek. Hogyha pedig félünk, Azért, hogy meg ne fertőzzük egymást, akkor ezt felfüggesztjük addig, amíg ez a vírus ki nem vonul innen közülünk. Tehát egyiken sem kell különösebben meglepődni, és mindig azt kell tenni, ami az adott helyzetben helyes. Tehát felismerjük a helyzetet. Járvány van. Kapcsolat a helyzetben. Nem puszilózzunk, nem ölelkezünk, nem érintkezünk azért, hogy ne fertőzzük meg a Szerzőző másikat. Nincs. És a helyes kapcsolat pedig az, hogy ugye segítünk egymásnak megmenekülni a járványtól, és a működést ennek rendeljük alá. Ez néha keserves. Wow. Bizony. De ez az együttérzésnek és a bölcsességnek a találkozása. Oké, okay. köszönöm Szívesen. szépen. Valahol hallottam, nem tudom, hogy melyik nyelve pontosan, valamelyik nyelve a válság szó lehetőséget is jelent. Az lenne a kérdésem, hogy ebben a krízis helyzetben hogyan tudunk mi egy lehetőséget találni, tehát hogy egy, egy, egy lehetőséget valami pozitív dologra, emelkedésre? Hát Azért, mert a korábbi rutinok nem működnek, az illúziók, szakadnak szét, változik az az önkép és világkép, ami eddig volt. Ez a válság, ez a kényszer. És ebben fel tudjuk ismerni azt, hogy igen, tudunk újat hozni, tudunk másképp viselkedni, tudunk új összefüggéseket meglátni. Tehát az eddigi rutinoknak a megszakadása, a szokásoknak az elhamvadása, az energiát szabadít föl. És ebből kell tudnunk meríteni. Társadalomban három nagy tudatcsoport van. Az egyik a legnépesebb az a ragyasz, ami a tűz. Az az, ami a társadalom többségét alkotja, mert vágy és harag tűzével él, általában a vágy tűzével szeretne, és dolgozik, családot alapít, küzd, él, és a többi. Tehát földi síkon megfogalmazható vágyai vannak. A Akinek ez nem nagyon kell, és ebből inkább föladna és másképp élne, kicsikét kevesebb vágyjal, vagy egyáltalán vágy nélkül, ez a szatva, ez a levegő. És aki a rajasz törvényeit megtanulta, tudná követni, de inkább valami más törvényt követ, amely kicsikét szorosabb, és inkább fölfelé és kifelé mutat ebből. A harmadik csoport pedig a tamasz, az a fekete, az a föld vagy kátrányszerű állapot, amely még a rajasz törvényeit, a többség törvényeit sem tudja vagy akarja megtartani. Ha a rajaszsal probléma van, akkor általában a kórházba megy. És hogyha a szatvának a lakhelyét nézed, az általában templom, kolostor, egy olyasféle ásram, ahol valami mással foglalkozunk, mint a földön megnyilvánuló vágyak kielégítése. A tamasznak a szokás és tartózkodási helye az az alvilág, a börtön. Ugyanis a fogvatartottság állapotába kényszeríti magát és a társait. A válsághelyzet, amikor muszáj változnunk, mert a korábbi rutinok nem működnek, az a rajasz számára megtisztulás. Megtisztulás, mert megtisztul az addigi karmájától, és kiépít valami újat, amivel egy új rutint, egy új szokásrendszert tud ezen a földön beindítani. A szatva számára ez megszabadulás. Megszabadul, és nem épít ki új szokásrendszert. A tamasz számára pusztulás. Azért pusztul, mert annyira erősen ragaszkodik a korábbi szokásaihoz, hogy vele együtt megy a sűjesztőbe. Hát nézd meg azt, hogy egy adott válsághelyzetet ki hogyan reagál le. A ragaszkodásának mértékében, azonosulásának mértékében éli meg pusztulásként, megtisztulásként, vagy megszabadulásként. És ha innen nézed, saját tudatállapotunk függvénye, hogy egy válsághelyzetből kihozzuk-e az újat, és újra tudjuk-e teremteni magunkat és a világunkat, vagy pedig megszabadulunk és nem teremtünk belőle semmit, vagy pedig egyáltalán nem szabadulunk meg, és elpusztulunk vele együtt. Tehát tudat, állapot, tudat, minőség függvénye az egész. Én is úgy gondolom, most, amit utoljára mondasz, hogy én nagyon tudok ebben, <kül> hogy mondjam, elfogadással, vagy inkább megértéssel régóta vagyok úgy, ez a tudatszint. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy az egész világnak a reakciója, az kezdetről az emberi kapcsolatok, a párkapcsolat, a csoportos tudat. Tehát nagyon-nagyon szerintem függvénye a tudatszintől. Tehát az egész élet, Ézik. hogy hogy reagáljuk le. És én mindig úgy fogom fel a napokat, hogy az egy teszt, ami ugye föntről ki mibe hisz. De hogyha a tudatszintedet úgy elfogadod, hogy tényleg van egy bizonyos tudatszint, ami ugye ez lehet egyik nap följebb-lejjebb, de mindig fejlődést választok. Ugye az a magasabb tudatszint elérés, hogy dolgozzunk. Igen, hogy dolgozzunk. Mindannyi. A személyben nem nagyon, tehát az, hogy e, a fejlődést igen. Választja. Nézzék körül. E, szerintem... Az emberek többsége nem a fejlődést választja, a túlélést választja. Igen, is a gyarapodást, a, a birtoklást, a pusztítást választja, a fejlődést nagyon kevesen választják. Folytasd. De remélem, hogy mivel ugye azért a lelkek döntésfüggvényét vá több lélek választotta azt az utóbbi, hát úgy mondható húsz évben, az én tudásom szerint. 2000-től a lelkek sokkal több választotta azt, hogy a fejlődést válassza, és ez kezd ugye felemelkedni. Annak ellenére, hogy vannak a nehézségek is lesznek ennél szerintem még valósabb dolgok is. Ez is szint függő, hogy az emberek mire adnak energiát, mire fókuszálnak, és ez a ami most történik, tehát hogyha minden nap így kelünk fel, ugye ebben, hogy ez most félelem, stb. Ez, hiszen az egész egy illúzió, mint ahogy mondtad, ez egy matrix, állítólag létezés sincsen most, az az újabb verzió, majd ezt szeretném esetleg, ha, de Monika, ezt. Mi a kérdés? Ki, a, a nem kérdés, hanem úgy gondolom a tudatszint az Húgy egész függ. Meg kell jutni a kérdésig már most, mi nem kérdez, kérdés hogy szerintem tudatfüggő függő az egész, hogy most jönnek a nehézségek, úgy mindez, ami most van, vagy ami előtte volt, vagy ami jön 10-20 évbe, tudatfüggő az egész emberi kapcsolat, hogy ki hogy éli Egyesem. meg. Igen, én úgy gondolom. Ezt én meghallottam, mások De. is meghallották. Most fordítsuk át ezt abba, hogyha van kérdésed, akkor fölteszed. Ha nincs, akkor meghallgattalak, és megköszönöm a mondandódat. Akkor a kérdésem az, hogy hát ezzel a matrix kapcsolatban, hogy te hogy gondolod? Hogy az egész létezés állítólag most ez az újabb verzió, vagy lehet, hogy nem jó fejezem ki magam, nincs is létezés úgy maga. Hát azért nem nyúlnék bele moziba ahhoz, hogy itt a létről beszéljünk. Az, hogy az ember keresett valami állandót, valami stabilat, amiben menedéket tudna venni, az nem a Matrix nevű mozival indult. Ami ez egyik kedvenc alkotásom, tehát ezen nincs se semmi baj. Az, hogy ahhoz képest, hogy az ember örök létre, tökéletességre, állandóságra, biztonságra, szabadságra vágyik, ahhoz képest ezen a földön, ebben a testben nem ezt tapasztalja. És ezért vágyik rá. Ezért törekszik ennek az elérésére több évezed óta. És a hagyományok is, meg ezek az újsítetű New dolgok is kínálnak valamit, hogy ezen az úton haladva megszabadulhatsz a félelmeittől, a bizonytalanságtól, a kötöttségeittől, a karmától és az összes többi ilyesmitől. Az, hogy te melyik úton jársz, az a te dolgod. Az, hogy kik milyen úton járnak és milyen döntést hoznak, ezt nem lehet innen látni. Az, hogy az eredménye miért, azt nagyon jól lehet látni. Mert benne van a tévében, meg az interneten, meg főszász a kompra is látod, meg a vonaton, meg mindenhol. Tehát én azt kívánom, hogy te is, mások is, mindannyian lássuk azt, hogy igen, a saját tudatunkkal teremtjük ezt a világot, minél magasabb szintű ez a tudat, minél tisztább, annál tisztább világot teremtünk. És ezért kell gyakorolni reggelent. A puszta gondolkodás ez nem segít. Tehát minden reggel suvik le szépen a tükröt. Erősítsd meg a tantienedet. Legyen a jelenléted szilárd, a tudatod pedig érzékeny. Tehát az érzékenység és az erő az nem zárja ki egymást, sőt, egymással együtt kell létezniük ahhoz, hogy az ember életnek valami értelme és minősége legyen. És meg tudjuk tartani ezeket a minőségeket. Úgyhogy a gyakorlás az, ami ezen segít az általános értékű kijelentésekkel, hogy most ki, mióta, milyen irányban, ezzel nem kell foglalkozni, mert belefutunk ugyanolyan illúziókba, amelyektől te meg szabadulni. Olyan ideákba, amelyek nem igazolhatók vissza. Tehát az ok és okozat törvénye rendkívül világos. Milyen tudattal élünk? Itt van az eredmény körülöttünk. A teremtő részt, azt csak magunkban tudjuk megváltoztatni. Ez a dolgunk. Ne várt másoktól. Az együttes gyakorlás és egy érvényes hagyományvonalban való részvétel, az ezt eredményezheti. Különben körbe-körbe járnak, hogy most ezt mondják, most azt mondják, most nincs létezés, aztán jövőre kitalálnak valami mást. Ez porhintés. Ez így, ahogy van egy papírkossár, úgy, ahogy van. Te most hogy látsz, hogy hallasz, hogy gondolkodsz, hogy érzel, hogy beszélsz, hogy cselekszel? Ez az éberség, ez számít. Ebben a pillanatban látod-e az ok és okozat törvényét, a működést? szabsz -e irányt ennek a magad számára? Na, időle. volt -e már olyan, hogy a Kuan interjú során elsőre tudtak válaszolni a Kuan? Volt. volt. Gyönyörű volt. Tehát volt ilyen, van is ilyen, és remélem, hogy lesz is, mert azok az intuitívabb tanítványok, akiknek a szemét kevés por fedi, azok az alapkérdésekre is jól válaszolnak, közepesre is, és valamikor beleakadnak egy nehezebb kóamba, de hát mindenki beleakad előbb-utóbb. És az egész rendszer úgy van megalkotva Szunkszánzen mester által, akinek ezért külön hálával tartozom, és akik értik a tanítását, azok velem együtt hálásak. Mert egy olyan gyönyörű rendszert hagyott hátra, amely nem logikai alapon szerveződik, de mégis fokozatos. Visszanézve teljesen egyértelmű, hogy ennek ilyennek kell lennie, odafele nézve pedig csak a következő lépés látod. Nem egy olyan intellektuális tudásgyűjteményt kell elsajátítanod, mint az akadémián, vagy ugye az egyéb ilyen iskolapadokban, hanem belül kell egy tiszta tudatot nagyon világosan érzékelni, használni. És éppen ezért, akik meg tudnak szabadulni a gondolkodásuktól, abban a pillanatban tisztán látnak, azok az interjún egész jól tudnak haladni. És vegyük észre, ez nem a homlok a helye, hanem az, hogy meghaladod a gondolkodásod szokásait, és nem az elméd rabja vagy. Tehát a műhold, amelyik látja a Földet földkörüli pályáról, az nagyon-nagyon sokat kapott energiában, információban ahhoz, hogy oda jusson. Az emberi tudat is ilyen. Rengeteget kell tanulni, dolgozni azért, hogy meghaladd a saját karmádat. Ha meghaladtad, másképp látod, feloldottad, áttransformáltad, mást bevezető, akkor már nyugodtan visszatérhetsz a földre. És az interjúk pontosan ezt adják. Egy teljesen más látásmódot, és ezeknek az eszköze a paradox. A paradoxnak a módszertani megnyilvánulása az emberben, az a koan. És igen, vannak akik könnyebben, vannak akik nehezebben. De akiknek az elején könnyű, azoknak később nehéz lesz. Miért? Mert nem tettek bele elég energiát. Volt egy nagyon híres sztori, a 70-es évek vége, 80-es évek eleje körül, itt azért a keleti parton már addigra kb. 8-10 éve virágzott Szunkházenz Mester iskolája: Cambridge, Massachusetts, Providence, Rhode Island, New York, New York, tehát itt azért tényleg. És rendszeresen havonta egy elvonulás volt Cambridge-ben, havonta egy Providence-ben, és az egyiken, ami 7-10 nap körül lehetett, max 10 nap, megjelent egy hölgy. Nem tudjuk a nevét, lehet, hogy a régi tanítványok, akik mostanára már zemmesterek tudják. De én a történetet hallottam attól, aki ott volt az elvonuláson. Cambridge-ben volt, és ugye itt 208 koant látsz, ez egy gyönyörű koantgyűjtemény, amelyben azért van 10 olyan, amit Sunkszenz Mester kielőtt, mint fő kaput. Ezeken át kell menni, hogyha zent akarsz gyakorolni, egyre emelkedő nehézségi fokúak. Egy normál átlagtanítványnak a 10 kapu átvitele az olyan 3-7 év. Tehát három évnél előbb nem nagyon láttuk azt, hogy a tíz kapun valaki átmenne, és ahhoz már tényleg azért kellett járni elvonulásra, lehet, hogy járt Ázsiában is, három hónapos téli, tehát ezért tolták rendesen azok, akik átmentek rajta, mert energiabefektetés nélkül nem megy. És volt egy hölgy, aki ez alatt a mondjuk tíz nap alatt átvitte a tíz kaput. Mm. Bázan, jó hallottad. Iszonyú híre ment. Tehát nem csak az első interjú, hanem egy minden kapun, így egyenesen, gondolkodás nélkül, tiszta válaszszal elképesztően átment. A körbeszélgetésen, mert minden egyes elvonulás után van körbeszélgetés, megköszönt a tanítást, és azt mondta, hogy számára a zene az eléggé eseménytelen, és egy más hagyományba fog átmenni, ahol úgy érzi, hogy nagyobbak a kihívások. És el is ment, és máshol is van, és jobb is. Tudod miért? Mert, hogyha nem fektetsz bele elég energiát, akkor nem maradsz meg benne. Nem maradsz meg benne, nem hiszel benne eléggé, és pont az a transformáció, ami mondjuk egy hétköznapi embernél a kompraxisnak a mellékhatása, mert addig gyűröd magadat, és olyan módon kell változnod, hogy megválaszoljad, és, és egyebek, aznál nem volt. Azzal a személyiséggel, azzal az énséggel, ami éppen ott bement a Cambridge-i egy így átment a kapukon, szervusz. Úgyhogy, ha túl könnyű, az se jó. Ha túl nehéz, és mindig visszapattan róla, és így gyöngéden tanítgatjuk, de még ö, három év múlva is Gyógyú remetei gyűri, ami a kettes kapu, akkor biztos, hogy valami nem stimmel. Akkor lehet, hogy túl nehéz neki. Aki megmarad az ember, az azért marad meg, mert egyszerre jelent nagyon izgalmas lehetőséget, megvalósítást, kiteljesedést, Végül aztán boldogságot, és rettenetes kihívást, erőfeszítést, változást a belső átalakulás kényszerét egyszerre a kettőt, és az általában azok megmaradnak. Te már elérted? Honnan tudjam. Ez nem az én botom, ez a botja. Oké. Okay egyéb kérdés? Nekem az a kérdésem, hogy a Matrix című filmjével ez a kedvenced, azt mondtad, mi? Az egyik nagy kedvencem, egyik, de ezt láttam a legtöbbször. Ez hogy biztos. számodra mi a konklúziója? Nagyon-nagyon világosan a felébredésre koncentrál, és csak az első részről beszélnék, mert a második harmadik az egy teljesen irreleváns utánérzés volt. Az elsőben volt a spiritus, és nagyon-nagyon jól kimutatta a világillúzió természetét. És azt is, hogy van, aki nem akar megszabadulni tőle, van, aki azt akarja, hogy szépen visszacsatolják cipher, ugye, aki el is árulja a barátait és a harcos társait. És a felébredés az egy harc, az egy nagyon komoly belső és külső harc, inkább a belsőre koncentráljunk. És nagyon komoly igazság és üzenetértéke van annak, ami ott elhangzott. Tehát azért a művésziség a sok-sok golyóbissal és egyébben az ott muszáj, hogy akár fegyveresen, akár fegyvertelenül, tehát kézzel, de azért a harcot legyen. Tehát az, az másképp nem megy. Csak ezt a harcot internalizálni kell, és belül kell megvívni, hogy a saját ügynökeidet legyél szíves harcképtelenné tenni és nehogy azt itt, hogy valahol kint vannak, és ilyen három betűs, meg egyéb szervezeteknek az ügynökei, nem, az Agent Smith és társai belül vannak. És nagyon-nagyon fontos, hogy a saját matrixunkból szépen így kihúzzuk a dugót, és ez az, az azonosulásnak a pillás dugója, úgyhogy nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy milyen szépen megfelel akkor, hogyha a művészi réteget teszed, nem azonosulsz a megfogalmazás eszközeivel, és látod azt, hogy ez a mozi, ez végül is merre megy és merre felé visz. Úgyhogy szerintem nagyon szerencsés, hogy ez elkészült, azt 99-ben, és hogyha megnézed a 90-es évek, főleg a második fele, nagyon sok ilyen spiri tárgyú alkotást hozott, és azóta se. Azóta se. Azóta nem tudom, ilyen fröccsöntővel készült Marvel komikszok vannak a vásznon, meg, meg hasonlók. Úgyhogy tessék úgy megnézni, hogyha még nem láttad volna, hogy hogyan szól ez a film a felébredésről, és mi az útja ennek. Az elme, az a, a, tudatnak egy aspektusa. Egy működés módja inkább így. Tehát ha a tudat, vagyis hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy az elme megszünteti saját magát, nem. Vagy a tudat? A mozgását szünteti meg magát, nem, különben újra nem tudna gondolkodni. Tehát gondold el, hogy van egy tavad. A tó tud teljesen mozdulatlan lenni, ha nincs szél, nincs beledobott kő, nincs halacska, ami ottan följön. Tehát teljesen tiszta, mozdulatlan tükörrel is tud létezni. Ez az a teljesen tiszta tudatállapot. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör megjelenik valamilyen karma, kis Loch szörny, hogy beledobnak egy követ, vagy jön egy hatalmas szél, és ugyanaz a tudat elkezd hullámzani, elkezd cseppeket kibocsátani, és visszafogadni eső formájában. Input, output, gondolat, érzelm és egyebek. Ez nem két tudat, ez egy, de különböző működésmódban. Jó? És amikor elcsitul ez, akkor elcsitulnak azok, hogy mondjuk egy, csoport, ugye cseppecske összeállt egy ilyen kis vízgolyóvá, és tartósan a tó tükre fölött van. Ez az önkép. Ez az önkép. És akkor szépen visszatér a tóba az a kis vízgolyó, és eloszlik benne. Úgyhogy két vagy többféle működési módja van, nagyon sokféle gondolkodás van, de van egy mozdulatlan és egy mozgó. És ha van egy érdekes paradox, amit most hallanod és hallanunk kell, az az, hogyha megfelelően gyakorolsz, akkor a tudatod egyszerre van egy nem mozduló állapotban, tehát lát, és közben beszél, gondolkodik, cselekszik, tehát mozog. Ha egyszer tapasztaltad ezt a tükör természetet, akkor ez ott marad, mint referencia pont, mint jelenlét, mint tisztaság. És utána pedig olyan hullámok keletkeznek, amilyen akar mert már nem megy a hullámokkal lemegföl, föl. Már nem követi, már nem azonosul, már nem reagál rá. De ott van. Tehát egyszerre mozdul és nem mozdul. A nem mozduló tudat az Wu Wei kínaiul, Mu Wei koreaiul. Taoizmus központi fogalma. Nézz utána. És a Wei Wu Wei az a mozduló nem mozduló. Tehát az, amikor a kettő együtt megy, ezt csak nyelvileg kell külön választanunk, mert nincs egy olyan fogalmunk, ami egyszerre fejezné ki a kettőt, hogy mozog is, meg mégse. Gondolkodik is, de nem. Ezt a paradoxont javaslom így magaddal vinni, hogy a tudat működés módja, az lehet gondolkodó is, nem gondolkodó is, és a kettő együtt. Akkor még egy utolsó kérdésem lenne, utolsó? hogy mi, mi tartja fönn a, a tudatot? magát. Mi az, ami a létezését. Lát a Mondja. Amikor megtudod belül, hogy mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, és gondolkodik a tudatoddal, az elméddel, az lesz az, ami föntartja. Tehát nem lehet szóba fogni. Nem lehet szóba fogni. Az, hogy a szokásait hogyan vannak egymásba drótozva, az pusztán karma. De ami ezt a karmát föntartja, az nem karma. Ugyanis ugyanezt tudja el is venni. És ugyanezt teremti is. Tehát annyira fontos az igazi önvalunk helyes működése, hogy ehhez áttételesen, de a hindu pantheonban három istenséget rendeltek. Brahma a teremtő, ahogy beszéltünk a teremtésről, Visnu a megtartó, és siva a pusztító, tisztító vagy megszabadító, ugye az előbbi kérdésre válaszol, az a siva a három legfontosabb aspektusa. Ne csak az, hogy mi tartja meg, hanem mi az, ami teremti, és mi az, ami elveszi, vagy letisztítja, elpusztítja. Jó? Eredetileg az ugyanaz, csak háromféle módon nyilvánul meg, csak az, hogy érdekesebb legyen. Jó? Köszönöm. Szívesen. Megbocsájtással kapcsolatosan. Hogyha azt érzem, hogy megbocsájtottam, de valahogy még mindig ott van az a tüske nem azt, hogyan tudom kiszedni onnan. Gyönyörű a kérdés, nagyon köszönöm. Tehát a megbocsátásra szükség van, különben nem tudnál a helytelen karmától eloldozódni. A bosszúállás nem csak rosszul néz ki, és ilyen kisítőséget mutat, hanem bizony beülünk a ringlispillbe, és elkezdünk forogni a rossz karma körül. Ha sikerült a bosszúválás, akkor azért, mert akkor visszakapjuk a másiktól. Ha nem sikerült, akkor azért, mert akarjuk teljesíteni. Tehát a megbocsátás, az nem pusztán egy ilyen szeretetteli, erkölcsös, és ilyen simogatni való jó cselekvés, ez egy nagyon praktikus dolog ahhoz, hogy megszabadulj. Tehát a megbocsátás egy rendkívül praktikus és tényleg a megszabadulás felé vezető dolog. És erre úgy van szükség, hogy belátod a helytelen karma teremtettségét mind a két oldalon. Tehát nehogy azt hidd, hogy te ártatlan áldozat vagy, te legalább annyit elkövettél, hogy ott és akkor ott voltál. Hogyan kerültél oda? Hogyan kerültél kapcsolatba azzal, akinek meg kellett bocsátanod később? Hogyan tetted lehetővé azt, hogy veled szemben azt elkövessék? Tehát ezt magadban nagyon jól vizsgáld meg, mert ekkora tüske kijön. És a másik ember és a magad közötti működést teljes valójában lásd és ekkor szűnik meg az azonosulás a traumával. És mihelyt megszűnt az azonosulás, a megbocsátás teljesé vált. Ezt a fogadalomtételi szertartásunkban úgy olvashatod, hogy amikor a tudatot is és a karmát is üresnek látjuk, ez az igazi megbánás. Tehát belátod a magad teremtését az egészben, hogyan járultál ehhez hozzá. Belátod a másik teremtését az egészben, ő hogy követhette ezt el, és a belátás útján kiüríted az egészet, és nem azonosulsz vele. Már nincsenek dualisztikus reakcióid. Már nem hiszed azt, hogy te jobb vagy a másiknál. Ez nehéz. Mm -hmm. Nem mondtam, hogy könnyű. De hogyha egyensúlyban látod, akkor ki lehet szedni az azonosulást, mert a duális reakciók az abszolút értékű ítéletek, ezek megszűnnek. És ekkor látod üresnek mind a kettőt. Hogy mind a ketten teremtettétek ezt. Ha te egy százalékban, és a másik 99-ben, akkor is, közösen. És ekkor szépen kivetted belőle azt, ami a tüsket. És mihelyt az azonosulás megszűnt, az újra teremtés veszélye is megszűnt. A tüskével nem az a baj, hogy fáj, hanem az, hogy elgenyed, és abból egy új, nagyon hasonló negatív teremtés lesz. Ugyanis, amíg ez nem válik világosra, amit az előbb elmondtam, újra fogod termelni a traumát. Vagy úgy, hogy másnak megengeded, hogy elkövesse veled, vagy ugyanaz az ember még egyszer, vagy átfordul a dolog, és te fogod elkövetni mással. Bezonyám, ne becsüld alá magadat. Ez megtörténhet. Tehát ez oda-vissza megy mindaddig, amíg az ok és okozat működése világossá nem válik, a teremtettség, az általunk való teremtettség világossá nem válik, és amíg az azonosulás megvan, ezt újra fogjuk csinálni. Mihelyt megszűnt, nyomtalanul eltűnik. Tovább tudsz lépni. Hogyha rájöttél ezekre a dolgokra, amiket elmondtál, és tudod, hogy hol a Bibi, meg mik a dolgok, amik megteremtették ezt a helyzetet. És mégse tudod változtatni, mégse változik a helyzet. Tehát nem tudsz elszakadni attól a személytől. Akkor, akkor mi a probléma? Hát az, hogy nem tudsz elszakadni a szemétől. Értem. Te, az... Na de, de, de miért teremtődik újra ez az egész? Tehát Mert úgy érzed, minden hogy minden már elcsitult, elcsitult minden. Minden a helyére került. És egyszer csak megint újból feltonyozódik minden. Bizony. Tudod, mitől? Mert úgy tűnik, hogy elcsitult minden a felszínen, de a mélyben nem. A mélyben még ott van a remény és félelem dinoszaurusa. Bezonyám. És amíg remélsz és félsz valakivel szemben, addig az a kapcsolat él. És ezért nem tudsz elszakadni tőle. És gerjeszthető is. Ha tehát... Ha van mit gerjeszteni benne, hát persze de ezért ne őt okold. Magadban kéne ezt az egészet leállítani, és akkor nem lennél gerjeszthető. Igen, eljutottam már odáig, hogy, hogy ezeket mind átláttam is, és akkor mindig letisztázom magamban, és egyszer csak azon veszem észre magam, hogy már megint ismétlődnek a dolgok. Igen, mert nekünk mindig igazunk van. Nem, hm. Én belátom, amikor neki is van igaza. Úgyhogy, ha neki igaza van, abban a pillanatban az első pont lép életbe. Köszönöm. Én is megköszönöm mindenkinek a mai a nagyon gyönyörű jelenlétet a mai estén. Szeretném, hogyha időről időre találkozhatnánk, és a darmát ismét a felszíne hoznánk. Szilárdan hiszem, hogy a gyakorlatunk akárhol és akárhogy végezzük, ha őszinte elhivatottsággal tesszük ezt, akkor hozzájárul ahhoz, hogy mindannyian érjük el a felébredést, és szabadítsuk meg minden lényt a szenvedést. Köszönöm a figyelmet.